Két sürgősségi indítvány napirendre vételével vette kezdetét az új képviselőtestület első ülése, majd pedig Zsódi Viktor, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának tagja tette le esküjét a napirendi pontok előtt. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Az eskütételt követően aztán szintén a napirendi pontok előtt Szabó Miklós kért szót. A képviselő a Mosonmagyaróvári Karolina Kórház rendelőintézet jövőjéről kérdezte a polgármestert. Mint a képviselő fogalmazott, az utóbbi időben több sajtóorgánumban is megjelent egy tervezet, ami a kórházok átszervezését taglalja. Ebben pedig a Karolina Kórház is érintett. A tervezet azt tartalmazná, hogy a Győri Kórházba integrálnák be a Karolina Kórházat. Ugye nyilván tudjuk, hogy a kórház fenntartója nem Mosonmagyaróvárváros önkormányzata, viszont Mosonmagyaróvárváros lakóit is, bővebben a kistérség lakóit is érzékenyen érintheti ez az átszervezés. A kérdésem az lenne, hogy polgármester urat, mint a kistérségi tanács elnökét is informálták-e valamilyen utómódon ezekről az esetleges átszervezésekről? Erősen válaszában elmondta, dr. Nagy István országgyűlési képviselőn keresztül megpróbál információkat szerezni, amiről tájékoztatni fogja majd a jövőben a képviselőtestületet. Első napirendi pontként aztán Mosonmagyaróvár város önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról döntöttek a képviselők, amit egyhangúlag elfogadtak. A második napirendi pontban a 2020-as év költségvetési koncepciója szerepelt. Az előterjesztéssel kapcsolatban Szabó Miklós többi között elmondta, növekedett a sportegyesületek támogatása, de szerencsésnek tartaná, ha a támogatásokat eredményekhez kötnék. A képviselő hozzátette, a jövőben foglalkozni kell a buszpályaudvar vasútállomáshoz történő csatlakozásával is. Mindezek mellett a képviselő kiemelte, fontos a zöld felületek további fejlesztése és karbantartása, valamint az oktatási intézmények körüli parkolási problémákra megoldást kell keresni. Szeretném jelezni, hogy a szociális ágazatban jelentős a helyhiány, bővítése szükséges, ehhez nyilvánvalóan majd pályázati forrásokat kell keresni, tudom, hogy az utóbbi időben ehhez nagy pályázati források nem voltak. A szociális foglalkoztatónak a támogatása is szükséges, mint az előző ciklusban a felügyelőbizottság részéről ezt többször is jeleztük. Árva István a költségvetési koncepcióval kapcsolatban elmondta, az egyik legfontosabb feladat a jövőben is a bérfelzárkóztatás folytatása. A tavaly évben lezártak már egy 3 éves programot, aminek eredménye, hogy a bérek több mint 36%-kal nőttek az elmúlt 3 évvel ezelőttihez képest. A köztisztviselőkkel eljutottunk az 54 ezer forintos illetmény alapig, de biztosan látszik, hogy ez a program nem állhat meg, hanem is programszerűen, de évről évre rácsatlakozva a kormányzati szándékokra, nekünk azt kiegészítve folytatni kell a programot. Tehát ez tartalmazza a koncepciónak egy nagy része. Azért is, mert hát nagy munkáltatók vagyunk még mindig. Ez a döntés ki fog terjedni az önkormányzati cégekre, intézményekre is, tehát ilyen módon több száz munkavállaló sorsáért felelünk. Ráadásul még a társulásban működtetett szociális intézmények dolgozóira is. Árva István a költségvetési koncepcióval kapcsolatban elmondta, 2020-ban véget ér a pályázatok ciklusa, és erre az évre csúszik át több nagy pályázat is. Ilyen a Lajta híd bővítése, a Mofilm Kultúrház felújítása, a Kajzertelep rekonstrukciója, bölcsödelétesítés és egy vízi ökocentrum építése az MVSE telephelyén. A sportegyesületekkel kapcsolatban a polgármester hozzátette, komoly utánpótlás nevelés folyik, mint az MTE, mint pedig az MKC berkein belül, így fontos az önkormányzat támogatása. A polgármester elmondta azt is, hogy igyekeznek megoldani az oktatási intézmények körüli parkolási és közlekedési problémákat, csak nem 150 új parkolót létesítenek majd azokon a helyeken, ahol ez megoldható. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepcióját 10 igen és 4 tartózkodás mellett elfogadta a képviselőtestület. Harmadik napirendi pontként aztán a Volánbusz ZRT 2019-2020. Évi menetrend javaslatát tárgyalták. Muráncsik László elmondta, az egyik legfontosabb változás a menetrendben, hogy a Dunalakóparkot is érinteni fogják a menetrend szerint közlekedő helyi járatok. Egyes járatoknak az útvonalát módosítjuk,
illetve egy teljesen új járat, a 10-es számú járat fog közlekedni, ami a Városházáig az 1-es vonalán, és onnantól kezdve pedig az 5-ös vonalán közlekedik majd tovább. A 4-es, az 5-ös és az 5 perájelű járatok is érintik a Dunalakóparkot, így gyakorlatilag hétfőtől szombatig minden nap lesz közvetlen kapcsolata a Dunalakóparknak a várossal. A képviselő továbbá a Vakok és Gyengénlátók Szövetségének egyik tagja által feltett kérdést tolmácsolta a Volánbusz képviselői felé, miszerint kevés a jól akadálymentesített vagy éppen alacsony padlós autóbusz. A Volánbusz ZRT képviselője válaszában elmondta, regionális szinten kevés az alacsony padlós autóbusz, a helyi közlekedésben jelenleg 3 ilyen busz van, majd hozzátette, több mint 350 új Krédó autóbuszt vásárol a Volánbusz ZRT a jövőben, amiből a megyébe is kerülnek majd járművek. A képviselő testületi ülésen aztán társulási tanács tagok delegálásáról, a 2019. évi költségvetés módosításáról, a Moson-Magyaróvár integrált településfejlesztési stratégiájának végrehajtásáról szóló beszámolóról döntöttek a képviselők.